hogyan értékeli ez még ugye az önkormányzat égisze alatt indult ez a felújítási munka? A pszichiátria tömb egy önálló kórház méretű része a karcagi Kátai Gábor kórháznak, és itt ennek egy jelentős része megújult, ez 3000 négyzetméter, és 806 millió forint volt a teljes felújítási költség, úgyhogy ez sem a városnak, sem a kórháznak nem került egy fillérjébe, hiszen 100%-ig állami támogatással történt ez a munka. Én örülök annak, hogy 21. századi színvonalú egészségügyi ellátást kapnak azok, akik ide jönnek, különösen sokan veszik igénybe a mozgásszervi rehabilitációt, és itt tényleg korszerű műszerek, nagyon komoly szakmailag felkészült kórházi munkatársi gárda, orvosi kar fogadja az itt gyógyulni vágyókat. Része ez a kórházi felújítási programnak, a főtömb az már elkészült egy pár éve, és hát ezeket a nagy épületrészeket is meg kell újítani, hiszen 40-50 évvel ezelőtt épültek, és itt még azért van feladat előttünk bőven. Az őszi beruházási szezonnak egy fontos alkalma volt, ez hiszen több mint 4 milliárd forint értékű beruházás, illetve fejlesztés, felújítás valósult meg Karcagon. Elég a főtér rehabilitációra gondolni, ahol a Városháza és a Dériné, illetve a piaccsarnok újult meg, az ipari parkba egy PET-palac újrahasznosító üzem települt, az orvosi rendelő, a szociális otthon zöldfaúti épülete szintén egy új külsővel várja azokat, akik az ottani szolgáltatásokat igénybe veszik, és napelemeknek a telepítése is megvalósult. Ez is mintegy 100 millió forintos beruházás, hát nyilván kívülről nem látható, alig látható, de mégis egy fontos energiatakarékossági, hasznossági fejlesztés. És megújult a Kutenúti óvoda is, ami szintén ilyen 100 millió fölötti kategóriában van. Tehát a legkülönbözőbb területeken zajlik a munka. Szerintem kevés város mondhatja magáról ebben a méretben azt, hogy 4 milliárd forintnál több beruházást tudtunk lebonyolítani, átadni. Én gratulálok ehhez az önkormányzatnak, Dobos László polgármesternek és mindenkinek, aki részese volt, fejlesztőknek, beruházóknak és legfőképpen a karcagi lakosságnak, hiszen nekünk nagyon fontos, hogy ezek a szolgáltatások megfelelő minőségben álljanak rendelkezésre. Volt ugye nagyon nagy a vonzás körzet ennek a kórháznak, nagyon sokan járnak ide gyógyulni. Volt egy idő, amikor elképzelhető volt az is, hogy bezárják a karcagi kórházat, ez mégsem történt meg. Ez még a Megyesi kormány idején volt egy olyan kórházreform, hogy nem is volt rajta a térképen a karcagi kórház. Hát azért változott az idő, hiszen később már Gyurcsány Ferenc akart ide látogatni minden áron, aki hát mindent elkövetett azért, hogy a magyar vidék, meg egyáltalán az ország azt ne tudjon fejlődni, és egyébként pont ide a pszichiátriai tömbnek az udvarára tévedt be először. Tehát vannak ilyen történetek. Jó pár egészségügyi miniszter is megfordult itt, és általában egy-két hónappal később meg is buktak a kórház egy időben. Erről volt híres. Most viszont a működés az kiegyensúlyozott. A főigazgató asszony és a vezetői kar az, én úgy látom, hogy mindent megtesz azért, hogy a kórház fejlődjön, és tényleg magas színvonalú egészségügyi ellátást nyújtson. Hát enélkül nem megy, tehát a környező önkormányzatok lakossága számára, 100 000 lakos számára nyújt szolgáltatásokat a kórház, magas szintű munkát kell végezni azért, hogy ne menjenek el a betegek máshová. És a kórház a város legnagyobb intézménye, nagy munkáltató, itt 600-nál több ember találja a megélhetését, ennyi család számára jelent biztonságot, de nekünk legfőképpen, akik itt élünk, hogy a közelben azonnal igénybe tudunk venni segítséget, hogyha arra rászorunk. Hát én kívánom, hogy minél kevesebbet szóljunk rá az egészségügyre, de azért mégiscsak a biztonságot ez jelenti a számunkra. Köszönöm az interjút, miniszter úr. Köszönöm. Köszöntöm kedves nézőinket, a Kátai Gábor kórházban vagyunk, ahol most hivatalosan is átadták a pszichiátria épületét, amelyet felújítottak. Dobos László polgármester urat arról kérdezem, hogy ez a pályázat, ez a felújítás, ez még az önkormányzat égisze alatt indult. Elégedette a munkával, mi a véleménye róla? Most néztük meg az új épületet. Hát megmondom őszintén, hogy nagyon elégedett és boldog vagyok, hogy itt lehetek ebben a felújított részlegben, hogy befejeződött ez a projekt is. Gyakorlatilag egy bezárásra ítélt kórháznak egy újabb felújítását élhettük meg, tehát olyannyira sikerült
sok-sok évvel ezelőtt az a bizonyos tiltakozás és ellenállás, hogy nemhogy egy helyben toporogna ez az intézmény, hanem szépen, ütemesen, stabilan fejlődik lépésről lépésre, és ez hogy ne okozna ez örömöt, boldogságot, hiszen a karcagiak és a karcag környéki lakosoknak a egészségügyi ellátása nagyon-nagyon fontos mindannyiunk számára. Hogyan tetszett az új épület, elégedette? Nagyon sok modern dolog található, mind az építészetben, mind a felszerelésben. Természetesen tetszik, nincs soha vége, mindig lehet tovább fejleszteni, tovább pörgetni ezeket a dolgokat. Az anyagi lehetőségek függvényében nyilvánvalóan az intézmény vezetése ezt fogja tenni. Köszönöm az interjút. Köszönöm a lehetőséget.